ugye itt elment a házi orvos, aztán egyik helyettes, másik helyettes, szóval senkié se volt tulajdonképpen, úgyhogy nem volt gazdája. Hát reméljük, hogy most már ilyen szép lesz, akkor valaki megpályázza ezt az állást, de hát addig is szívesen helyettesítek. György Mária éppen arról beszél, hogy 14 hónapja látja el a Parhant, valamint még a körzethez tartozó két másik község betegeit helyettes házi orvosként. Bonyhádról jár át a faluba gyógyítani. A Parhant az egyik olyan Tolna megyei település, ahol több mint egy éve nincs betöltve a házi orvosi praxis. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont friss adatai szerint Tolna megyében 23 olyan körzet van, ahol helyettesítéssel oldják meg a betegek ellátását. Tolna megyében Gyulajon nem találnak embert a feladatra a legrégebb óta. Ott 14 éve nincs betöltve a gyerek és a felnőtt házi orvosi szolgálat. Sranc Róbert házi orvos, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára azt mondja, sok településen oldják meg helyettesítéssel az egészségügyi alapellátást. Ennek egyik oka, hogy kevés orvos szeretne házi orvosként dolgozni. Nem tették az utóbbi időben megfelelően érdekelté a kollégákat abban, hogy eljöjjenek házi orvosnak. Itt gondolok elsősorban arra, hogy a finanszírozást utóbbi 3 évben nem emelték, nem állították hozzá ahhoz a szinthez, amire elvárható lenne, például az infláció követően nem történt. A szakember úgy látja, a jogi környezetben is sok változásra lenne szükség. Elsősorban a praxisjogot kellene jobban megerősíteni, biztosabbá tenni, másodszorban pedig azokat a jogszabályokat, amelyek a háziorvosi ellátásra vonatkoznak, azokat kellene megváltoztatni, illetve kiegészíteni, hogy könnyebbé váljon ez a munka. Magyarországon 460 háziorvosi praxis áll üresen az Állami Egészségügyi Ellátóközpont friss adatai szerint. Borsod-Abaúj Zemplén megyében van a legtöbb üres praxis, ott közel 60 körzet betöltetlen.